Én csak egy színvonalas életet szeretnék élni, nem az átlag, meg az átlag alatti kategóriába szeretnék tartozni. Azt szeretném csak, hogy ne legyenek problémáim, én ezért hajlandó vagyok tisztességesen megdolgozni és minőségi munkát végezni. Szokatlanul erős szavak egy fiatal férfitől, igaz, aki mondta, kicsit sem számít hétköznapi 20 évesnek. A most hallott interjú részlet előkerül még a következő percekben, de előbb tisztázom, kinek a szájából hangzott el ez az egyszerű, de egyre ritkábban felvállalt árszpoétika. A Dorján Andor az ország kőműves és hidegburkoló szakmunkás tanulói közül a legeslegjobb, ez már hivatalos. Az Észak-Tolna megyei Tamásiban tanuló fiú ugyanis az ország legnagyobb szakképzési diákversenyén, a Szakma Star Fesztiválon kemény munka árán vívta ki magának ezt a rangot. Szekszárdon, az iparkamaránál írtuk meg az írásbeli feladatsort. Ugye ezt mindenki megyeszékhelyenként a kamaráknál megírta. És akkor ez végül is hát nagyjából ugyanaz, mint a felépítésre, mint a szakmunkás vizsgának a feladatsora. Tehát ugyanaz a pontozás, meg hasonlók, ugyanazokkal a feladatokkal. Ugye más számok. A feladatsor megírása után azonnal kiderült, hogy szoros a verseny az induló Tolna megyei fiatalok között. Andornak ugyanis egy osztálytársa is 90% feletti teljesítményt nyújtott az írásbelin. Körülbelül egy olyan hónapra az írásbelire volt Gödön az előválogató, és az előválogatón 13-an vettünk részt. 13-an vettünk volna részt, egy valaki valamiért nem jött el. Így ugye kiesett, és az előválogatón 8-ra szelektálták a csapatot, 8 főre, és akkor így 8-an mentünk az országos döntőbe, a Hung Expo-ra Budapestre. Már a gödi válogatón is számot kellett adniuk a diákoknak a gyakorlati felkészültségükről is az elméleti mellett. Akkor egy betonozás és egy burkolási feladatot kellett megoldani a kérdésekre adott válaszok mellett. A fővárosban viszont még ennél is komolyabb próbatétel várta a Szakma Star Fesztiválra érkezőket. A döntőbe volt egy ilyen komplett kivitelezési folyamat, hogy kellett lejjert sikra csiszolt téglából készíteni egy falat, és abba egy nyílást kihagyni, egy nyílászárónak áthidalót elhelyezni. Volt egy falsarok, ugye két falvéggel, és akkor a belső felületen vakolatot kellett készíteni, simított kivitelben, illetve belül egy részét a vakolt falnak burkolni kellett, és a külső falnak egy részét külső hőszigeteléssel kellett ellátni, illetve dűbelezni indító profillal, illetve hálózni, glettelni. Bár a szakmák legtöbbje a fiatalok számára mostanság nem túl vonzó, Andor esetében ez egészen másként volt. A fiatal fiú már gyerekkor óta tudta, hogy kőműves szeretne lenni. Ugye, ami érdekel, az nagyon könnyen megmarad. Már én, mikor idejöttem első osztályban, nekem már akkor is a többieknél lényegesen nagyobb volt a lexikális tudásom, és hát úgy gondoltam, hogy akkor ezt kéne fejleszteni. Igazából régóta akartam már foglalkozni ezzel, csak ugye még vissza volt az érettségi, azt nem akartam otthagyni, úgyhogy befejeztem azt, amit ugye nem is bánok, mert így lehetőségem van tovább tanulni, ugye magasabb szinteken is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által április 18-a és 20-a között megrendezett Szakma Star Fesztivál versenyeire idén mintegy 5200 diák jelentkezett országosan, közülük 451 versenyzőt hívtak meg a budapesti döntőre. A diákok 40 szakmában mérték össze a tudásukat. Adorján Andor azt mondja, a háromnapos megmérettetés első napján még egyáltalán nem volt biztos abban, hogy végül ő nyer majd. Egy csarnokon belül egy ilyen kordonnal elválasztott részen voltunk. És ugye 8-an voltunk, 4-4 fő volt oldalanként, és akkor középen meg a kiszolgáló személyzet, így természetesen láttuk meg, hát ugye úgy volt, hogy párosával voltunk, de valamilyen szinten minimálisan össze kellett dolgozni párosával, mert úgy nézett ki, hogy a feladat, hogy volt egy 2 méter 30 centis falszakasz, utána egy falsarok és egy kisebb 94 centis szakasz, és a két hosszú szakasznak a köztes részébe kellett egy
100 cm-es nyílást kialakítani, ugye, mint hogyha egy ajtó nyílást hagynánk ki, mintha egy ajtó került volna oda be. Első nap egy kicsit éreztük, meg a mesterem is észrevette, hogy a falazással a mi oldalunk elmaradt, én is. Aztán nap végére végül is behoztuk a hátrányt. Ugye akkor csak azt láttam, hogy gyorsabban haladnak. Nem láttam azt, hogy milyen minőségben, de úgy nap végén már, amikor egy kicsit körbenéztem, akkor úgy láttam, hogy hát igen, úgy közelebbről előtűntek benne a hibák, amiket én legalábbis észrevettem. Meg ugye voltak különböző kikötések, amiket rajtam kívül nagyon kevesen tartottak. Ez volt Andor később beoszthatatlannak bizonyuló hatalmas előnye a versenytársai előtt, hogy sokkal pontosabban és precízebben dolgozott, mint a többiek. Az első nap már én megítéltem azt, hogy az Andor az kellően fel van ahhoz készülve, hogy akár első vagy második helyzetet elérjen. Jó érzés, mert hát ugye én készítettem fel, és hát... Hogyan mondjam, szerintem azért ez egy elég nagy dicsőség ahhoz, hogy az ember lássa azt, hogy van eredménye a munkájának. Az eredmény aztán tényleg hamar megjött, ahogy múlt az idő. Andor és István a felkészítő tanára is egyre biztosabbak lettek abban, hogy a versenyt ők nyerik majd. Ám az eredmény hirdetés még hátra volt. Én arra számítottam, arra vártam, hogy az első háromban benne leszek, de amikor ugye másodszor, amikor már tényleg konkrétan helyezés szerint hívtak föl minket, akkor nagyon örültem. Illetve úgy voltam vele, hogyha más helyezést értem volna el, akkor már nem is örültem volna. Az Andorban volt egy elszántság. ő benne volt önbizalom, ő magabiztos volt sok mindenben, meg akármit csinált ő. Biztos volt abban, hogy ő azt jól meg tudja csinálni. Most a legtöbb diákban, hogyha van is önbizalom, de szerintem nem olyan erős, hogy na, hát vagy sikerül, vagy nem, vagy jó lesz, vagy nem, majd meglátjuk. Ez már ő neki egy nekiindulás annak, hogy igenis tudok munkát vállalni. Igenis tudok úgy szerepelni a szakmámba, hogy amit elvállalok, azt meg tudom csinálni, mert egy versenyen igenis már nyertem, első helyzetet megnyertem, nem a másodikat, nem a harmadikat, és azért ez nem akármilyen dolog. Én azt gondolom, hogy bátrabban neki lehet futni egy bármilyen munkát, hogyha elvállal, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Az egy élmény volt, az ott egy nagy élmény volt, amikor meghallottam a nevemet másodjára, amikor a színpadra kellett fölmenni. Vannak a versenynek főbb támogatói, a Leyer, Baumit, illetve CRH nevű cég, ők cégenként 100-100 000 forintot ajánlottak föl, tehát 300 000 forint volt a készpénzjutalom, illetve kaptam az iparkamarától is, illetve más-más cégektől ajándékokat nagyobb értékben, kisebb értékben, mint például munkaruha, de például kaptam kéziszerszámokat, lézeres szintezőt, a Makita egy akkumulátoros csavarozót ajánlott fel, rengeteg ajándékot kaptunk összességében, így az első helyezésre körülbelül az a 500 000 forintos nyereményt tudnám megsatszolni. A pénz és a tárgyi nyeremények pedig ebben az esetben egészen biztosan jó helyre mentek. Andor ugyanis komoly terveket sző, vállalkozóként saját munkákat vállalva képzeli a jövőjét. Még van egy folyamat, amit végig kell járnom, ki kell várnom, míg lejár a tanulói jogviszonyom, és akkor utána lehet elkezdeni tevékenykedni ilyen körben, de én mindenféleképpen ezt szeretném. Nem azért, mert... esetleg a mostani cégemmel lenne bármilyen probléma, csak szimplán én saját magam útját szeretném járni. Én nagyon régóta, amikor már úgy elkezdtem foglalkozni ezzel a szakmával ténylegesen, és amikor már tényleg úgy be tudtam határolni, hogy igenis ezzel szeretnék foglalkozni, akkor nekem már ez volt a tervem. Úgyhogy mindenféleképpen ez lesz
az én első gondolatom, ez az első gondolatom, hogy ennek nekivágok és megpróbálom. Én nem szeretném betegre keresni magamat, de persze szűkölködni sem szeretnék. Én csak egy színvonalas életet szeretnék élni, nem az átlag meg az átlag alatti kategóriába szeretnék tartozni. Azt szeretném csak, hogy ne legyenek problémáim, én ezért hajlandó vagyok tisztességesen megdolgozni és minőségi munkát végezni. És hát nagyon remélem, hogy ennek meg is lesz az eredménye. Illetve hát szeretnék maradandót alkotni, szeretnék tényleg minőségi munkát végezni, és azt az érzést megtapasztalni, amikor jönnek azok a pozitív visszajelzések a munkám felől, hogy mindenkinek tetszik, mindenki örül annak, hogy én dolgoztam nála, hogy én végeztem el az adott munkát, és ugye, hogy nő a kör, nő a partneri kör. Ezt mindenféleképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon jó érzés, amit meg szeretnék tapasztalni rendszeresen életem során. Amit 20-30 évvel később is esetleg, ha megnéz valaki, akkor jó érzést tölti el, hogy igen, ezt szakemberek csinálták, hogy ez egy szép, ez egy jó dolog, és hogy azt akár több generációval később is értékelni fogják. Én azt gondolom, hogy egy szakmát úgy lehet tanulni, hogy akarom is csinálni, és lelkiismeretesen akarom csinálni, hogy igenis, amit csinálok, az jó legyen. Andor úgy mondta, az évfolyama hősévé vált a díj elnyerése után. Az ő példája erős motiváció a többi szakmunkás tanulónak is. Most egy kicsit lázban vannak. Szeretnének ők is versenyre menni, de az a baj, hogy hát őnekik még igyekezni kell ahhoz. Van köztük olyan, aki tényleg ügyes, de nem az az igazi törekvő, hogy na igenis, én is ezt meg tudom csinálni. Az pedig hiányzik belőlük. De hát még addig van egy év, úgyhogy bízunk benne, hogy bekövetkezik az is, hogy igenis meg fogja tudni csinálni. Fejlődni tehát soha nem késő és mindig érdemes. Andor a verseny megnyerése óta több állásajánlatot is kapott. Érkeztek állásajánlatok, amik úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetőségek, és hogyha nem lennének ilyen terveim, akkor mindenféleképpen gondolkoznék ezen, sőt, valószínűleg ugye dolgoznék is, de nekem, mint mondtam, ugye hát ez nem személyes dolog, én nekem ez a kitűzött célom, amit szeretnék elérni, és mindenféleképpen erre fogok törekedni első körben. Hát lehet, hogy nem sikerül, de pozitívan kell hozzáállni, én úgy gondolom, hogy működhet a mai világban, amikor az építőiparban ennyi munka van, és ekkora munkaerő hiány van. Tehát mindenféleképpen egy sokoldalú, és itt igazából mindenki mindent meg tud csinálni, csak valakinek valami jobban megy. A fiatal szakmunkás tanuló szakmája sztárjaként már most egész konkrét tervekkel rendelkezik a saját vállalkozását illetően. Azt tervezi, olyan házakat épít majd, amiket a speciális technológiák miatt ma még viszonylag kevesen tudnak a piacon. Ott komoly energetikai szabványok vannak, amiknek teljesülnie kell egy ilyen épület kivitelezésénél. Ha jól tudom, akkor ott a hőátbocsátási tényezőnek az egy század alatt kell lennie, akkor minősíthetik passzív háznak, ugye, akkor teljesülnek azok a szabványok, amiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy megkapja ezt. Andor rendkívüli teljesítmény előtt annak a cégnek a vezetője is fejet hajt, amelyik a gyakorlati helyet biztosította a köműves tanuló fiúnak. Ez annak fényében érdekes igazán, hogy a régió egyik legjelentősebb építőipari vállalkozásáról van szó. A Topa és Társa Építési Kft. 2003. június óta működik, most már 14 éve, egy rövid időn belül. Jelenleg 45 fővel foglalkoztatunk. Az építőipar minden szegmensét végezzük, magas mélyépítést, betontermékeket gyártunk, tehát betont gyártunk, illetve szállítunk, földmunkagépeink vannak, terrautóink vannak. Ilyen létszámon a megyében úgy gondolom a megye egyik legnagyobb létszámú építőipari Kft-je vagyunk.
Topa István, a cég ügyvezetője azt mondja, most minden korábbinál nagyobb szükség van a jó szakemberekre az építőipar területén is. Ezért a Szakma Sztárja Fesztivált megnyerő Adorján Andor tudása igazi kincs. 2014 óta sok minden történt. Elég sok emberrel és elég sokféle dolgoztunk. Jelenleg az utolsó pár évben elég sok munkaerő probléma jelentkezett a megyében, így a könyves szakmát is utolérte a munkaerőhiány. Szerencsénkre 3 éve ezelőtt a duális képzést elkezdték a szakmunkás képzésben, ezért 3 éve foglalkozunk szakmunkás képzéssel. Első évben 5 fővel kezdtük, következő évben 7 főnk volt, és van, a harmadik évben pedig szintén 5 fő szakmunkásunk van. Ennél a vállalkozásnál egyébként komoly tapasztalattal rendelkeznek a szakmunkás képzés terén, sőt, tavaly egy tanulójuk 3. helyezett lett ugyanezen a versenyen. Bízunk benne, hogy gyakorlatilag tavaly voltak az első végzőseink, ugye 3 évből, ugye második, illetve harmadik osztályban vannak a gyerekek nálunk. 16-ban voltak az első végzőseink, 17-ben vannak a második végzőseink. Tavaly évből az 5 főből 2 fő gyereket tudtunk alkalmazni, tehát ők nálunk dolgoznak. Most a 17, a másik 3 fő az leginkább bejárásból adódóan nem tudott munkát vállalni nálunk. A 17-es évben végzősök, ugye most vannak a szakmunkás vizsgák, most vannak még az elmélet, illetve gyakorlati vizsgák is. Jelenleg mind a 7 főnek felajánlottuk a munkavégzési lehetőséget. Természetesen vizsgák után fognak a gyerekek dönteni annak érdekében, hogy jönnek-e, vagy más vállalkozás fele kacsingatnak. Jövő évben szeptembertől, illetve már június 15-től lesznek újabb szakmunkásaink. Gyakorlatilag a Vályi Péter szakközépiskolának a másodévesei már nyári gyakorlatot június 15-ében nálunk kell, hogy kezdjék. Ezeknek a jelenleg az iskolában 9-10 fő van, aki másodikba fog lépni az elsősök közül. Reméljük, hogy minél többen fognak bennünket választani, és minél több szakmunkást fogunk tudni nevelni. Úgy érzem, hogy a szakmunkás képzés nálunk sikeres ágazatként működik, hiszen az elmúlt 2 évben, amikor voltak vizsgáink, 2 országos helyezést tudtunk elérni, és hát nagy dicsőség tényleg a 2017-es év, amikor első helyezést érte a Dorján Andor tanulónk. És még egyszer mondom erre, ez nagy büszkeség volt, tehát bár bent voltunk mi is, vagy fent voltunk mi is Budapesten a díjátadón, nagyon nagy élmény volt ezzel részt venni, és nagyon nagy öröm volt látni az Andort a dobogó legfelső fokán, ugyanúgy az oktatójával, és azt mondom, hogy ők is nagyon büszkék voltak erre a teljesítményre. Adorján Andor tehát megmutatta, hogy egy kisvárosból érkezve is fel lehet törni a csúcsra, elegendő kitartással, szorgalommal és tehetséggel. A Tamásiban tanuló fiú jó példaképül szolgálhat a szakképzés többi tanulója számára is, hiszen ahogy az előbbi percekben elhangzott, nagyon nagy szüksége van az országnak a jó szakmunkásokra. Ebből következően pedig igazán jól lehet keresni egy-egy ügyesen megválasztott szakmával.